Na hellóka, sziasztok! Hello, Mizu! Sok kommentelő mondta már amúgy, hogy nagyon felesleges foglalkoznom a Herbivel, ő már úgyis tönkretette magát, meg hogy hagyjuk békén, meg minden, de rengetegen még a videóim ellenére is le vannak maradva arról, hogy miket szokott csinálni, és elnézőek vele, pedig egyre inkább olyan dolgokat csinál, amiket nem kéne elnéznünk neki. Főleg nem azért, mert amúgy rengetegen még a mai napig is felnéznek erre az emberre. Utánozzák őt, és olyanok akarnak lenni, mint ő. Ugyanolyan a viselkedésük, ugyanolyan szavakat használnak. Olyan szavakat használnak, amiket Herbie talált ki. Tehát látszik az, hogy van egy ilyen személyi kultusza, és egy ilyen embernek nem kéne, hogy legyen személyi kultusza, sőt, szerintem még platformja sem kéne, hogy legyen. Most a videó legelejére bevágok egy pár ilyen kis gyöngyszemet, hogy mik történtek eddig. Hogy még az is lássa, hogy mit művel, aki mondjuk nem akarja végignézni a videót, vagy esetleg vak. Mondjuk a vakok nem látnak, de így a Herbie-ről szóló videókra sajnos sok vakember van. Nem tudom miért, lehet, hogy túl hosszúak, lényegtelen. A videóban csúnya szavak hangzanak el, és a nyugalom megzavarására alkalmas, szóval, ja, 18 plusz, vagy valami ilyesmi. Jó szórakozást, bár nem tudom, hogy ezen szórakozni fogtok, vagy csak inkább, mindegy, átadom a szót Herbie-nek. Egy falusi kislány lejön a kocsmába, hogy jól érezze magát, és... De a seg... Fordulj meg! Nem! Áj! Fordítsd meg! Hajj már a fölfele! Igaz, hogy lesz a madinja! TJ on TV. Folytatódik a sztori, elméletileg folytatódik, gyakorlatilag meg már meg le van mentve. Először átrakta privátra. Kicsit bepánikoltam, hogy nem lesz meg, de meglett. És vissza is rakta. Amúgy, most már nyilvánosra. Kedves undorító büdös féreg, megmondanád, hogy miért találsz ki ilyen fasságokat? Miért tennék olyat az én kutyámmal, akit jobban szeretek mindennél, és mindenki tudja ezt, hogy én mérgezem? Te hülye vagy, meg! Adja az Isten, hogy csak egy nem normális... buzi IQ-tlan troll vagy, aki így született, és nem igaz a sok hazugság, amit írtál, hogy régi néző, meg ilyenek. Ezt egy valakinek mondta YouTube-on, aki megnézte a videómat, és írt neki kommentet. Anyádról találj ki ilyen halálos f***ságokat, meg ne a kutyámról, jó? Na, hogy rólam kitalálsz dolgokat, oké, okay, vagy a barátaimról, mert meg tudják magukat védeni, de a kutya... Meg tudják magukat védeni, de a kutya nem. A kutyámat hagyj békén! Hát pont, hogy ő neki kellett volna békén hagyni a csóró kutyát, és neki kéne megvédeni azt a kutyát, de hát nem tette meg, hanem kibaszott gyógyszert adott neki, meg alkoholt is akart adni neki. És ne bántsad, és ne találj ki róla ilyen f***ságokat, mert ha ide leírtad, akkor lehet máshova is. Undorító, állatkínzó, geci féreg, betegagyú barom. Állatkínzó, vágod? Állatkínzó! Ha nem ért egyet azzal, amit te mondasz, akkor már állatkínzó vagy, gyerekgyilkos vagy, nőket erőszakolsz, minden. Minden, amit tudsz mondani, hogy megüsse az emberek ingerküszöbét, hogy valaki rossz ember, azt az összes ilyen jelzőt rád fogja mondani. Hogy azok az emberek, akik már agymosodtak általa, azok továbbra is nézzék őt. Állatkínzó, geci, kösz a pénzt! Szállt a kutyára is. Na, azt ugye itt elbaszta. Fiat. Az itt el van baszódva. Lacinak megemlítem, körbe telefonál hármat, azt annyi, kész, viszik. Elvisznek engem. Emberrablással megfenyegetett. Vagy a rendőrök visznek el? Hópot szereti mindenki. Ezt nagyon elbaszta. Mert ha nők egy gyerekeket bánt, ők meg tudják magukat védeni. Hogyan? A nő az kinyitja a száját, megvédi magát. A gyerek hogyan? Az anyukája megszólal és megvédi a fiát. Mi kutya mit tud csinálni? Pislog. Idióta barom, baszd meg. Ezt a bűnöző gecit. Az, hogy ezekre már nincsenek szavak, és iszik, és iszik! Hóp jöttek sokak. A hóp lett a következő. A hóp lett a kövi. Hova halad az egész? Itt van az a kis dagad, geci. Hova? Hol fog egy ilyen ember kikötni majd 10 év múlva? Mint akik berúgták a kapumat, meg mondták a rendőrök, hogy hülye vagy, hogy nem a bírósági utat választottad, és fiatalkorúak börtöne, mert ezek majd felnőnek, és embertőlnek, ha már 16 évesen kaput rúgdosnak. Biztos. Ez statisztika, tény, pszichológia. Mondom, nem hiszem, nem. Jó, hát akkor majd meglátod.
Majd mikor 10 év múlva a hírekben lesz. Mondjuk igen, úgy néz ki, mint egy Navi az Avatarból, mert megcsipte egy darázs. Aznap 2 is. Nem egy ember mondta ezt akkoriba. Mármint ilyen hatósági, nem az, hogy vicca vagy kis Ilonka. Az igazi férfi. Felnőtt ember. Kutya basztatás, keci. Kösz szépen. Én még azokat is utálom, akik lézereznek a macskának. Azt figyelj, még azt is utálja, aki lézerezi a macskát, de az, hogyha mondanak valamit, az már rossz. Hát ő azt is utálja, hogy valaki lézerezi a macskát, mert az is állatkínzás szerinte. Még hogy lézerrel játszik a macska? Igen. De az, hogy a birkát lefújja Axel, az nem állatkínzás. Kiragadott pillanat volt, az is amúgy igen. Sétálni kéne a patakhoz egy kicsit. Ennyi. Na, figyelj, ez a mai. Itt van a mai videó. Kapcsolni. Way too dank. Felrobban az agyam. Aki tudja, hogy mi van. Szerintem kéne venni egy állványt, amúgy lehet. Egy telefonállványt. Már évek óta eldől amúgy neki mindig. Az a lényeg, hogy túl sok szerettemet betámadtam már egy nokedli. Manninnak hívják. Tudja nevem? Eszébe jutott? Szeretteit megtámadtam. Hát én ilyenre nem emlékszem amúgy. Nokedli vagyok, 22 évesen, bro. Hát ez ilyen tesó. Az mindegy. A nokedli egy fogalom az ő fejében, amit így ő kitalált, és azt így bárkire lehet mondani. Kezdődött ott, hogy hát engem basztatott. Ugye hát én leszarom. Igen. Még reklámnak is jó, köszönöm szépen. Nincs mit. Nem tudom, miért kezdte el, elkezdte. De jöttek a szeretteimtől visszajelzések. Ugye anyám írt, hogy most ez mi, küldte a screenshotot, mondom, egy faszkalap, ne foglalkozz vele, meg mit tudom én, de hát... Nem írtam az anyukájának. Lehet megmagyarázni egy szülőnek azt, hogy mi történik agyilag bazd meg a mai tinikbe, azt nem tudom. Mai tini vagyok, de jó, bár az lennék. Aztán volt a csipesz. Az a román nő. Vagy székely, hogy állnak. Ugye Romániából jöttek, Erdély. Hogy ő... Az jobban számít reklámnak, hogy a sok degenerált fasz csinálja róla a TikTok editeket, mint az, hogy véleményt formálsz róla. Amúgy lehet, hogy ez a videóim miatt van, nem tudom. Mert hogyha videóimat nem csinálom, akkor lehet, hogy nem. De amúgy meg akkor is voltak ezek a Lil Peep-es izék, meg mémelték amúgy akkor is. Tehát így mémnek jó az ember. Mert minimális mém, meg vicc értéke van. De ha egy kicsit is komolyan kell venni, akkor onnantól kezdve esélytelen, hogy releváns legyen bármi is, amit mond. Teljesen elitte az eszét, nem, nincs magánál szinte. És nagyon durvák, mert olyan epizódjai vannak néha, hogy olyan dolgokat tagad le, ebben is nagyon sok mindent letagad. Romániából jöttek, hogy ő nekem üzent, hogy menekülni akarnak a gyerekével a városból, ahol felnőttek, ahol élnek, mert hogy ez kitalált dolgokat, kivágott mondatokat, manipulál. Ki? És ő visszajelzéseket kap, meg a gyereket emiatt bántják a suliba, stb. Nem is volt benne a gyereke a videóba. Hogy bánthatják ezért a suliba? Tegyük föl, tényleg ezért bántják a lánynak a gyerekét az iskolába, de jó, figyelj. Ez a lány minden nap szója a paliának a f***ját egy nevű oldalon. Minden egyes nap ezt csinálja. Szerintetek, hogyha az, hogy a nő benne volt a videómba, meg ez a másik dolog, amit mondtam, melyik az, amelyik miatt basztatni fogják az iskolába jobban? Nem tudom, szerintem egy anyukának amúgy lehet nem kéne ilyeneket csinálni a for real. Na, nekem ez nem fér bele. És az a durva, hogy ebben a videóban nem is mondtam én el ezeket a dolgokat, ha jól emlékszem. Tehát azt hiszem, hogy a videóban nem volt erről szó. A kommentekben utána már volt róla szó, de a legtöbb ember az a videót néz, és nem a kommenteket. Nem mondtam ezt. Szóval nem hiszem, hogy emiatt basztatnák az iskolába. Szopásra letiltott a kurva YouTube, pedig az általuk provide-olt izéval cenzúrázós kittel csináltam meg, és nem volt nekik jó a cenzúra így sem. Szerintem 80 ezer ember látta amúgy kb. Proli volt a viselkedése. Figyelj, ez megszokott, hogy proli a viselkedése mindenkinek, aki a Herbie Live-okba szerepel. Nem, tehát ez nem az én hibám. Ennyi, nem kell ezt magyarázni, az meg ez egy kibaszott egyértelmű. Mondom, még ez is oké, mert ki nekem a csipesz, oké, hogy megszakad a szívem, hogy egy felnőtt nővel ez történik, aki engem szeretett mindig is nézni,
és elkövette azt a hibát, hogy szerepelt nálam egy live-ba, jókedvűen el voltunk, manipulálta a nokedliket, és na mindegy, mert nem akarok sokat mondani. De miért nem? De én manipuláltam volna az embereket ezzel, hogy ő a rákkal viccelődött. Én pedig nem tudhatom, hogy most ez tényleg igaz vagy nem. Én ezt nem is mondtam. De nagyon úgy adták elő az egészet, hogy ez egy igaz történet, és ez az embereknek igenis egy olyan dolog, ami felbassza az embereket. És amúgy az a durva, hogy úgy szoktam megvágni ezeket a videókat, hogy igazából nem úgy vágom ezeket össze, hogy rosszul hangzódjon, amit mond. Hát meg lehet nézni nyugodtan. Elméletileg utána azt mondta Hörbő, hogy az a lány az nem volt rákos, és hogy ez csak valami vicc volt. De ez mi ez? Milyen vicc, bazd meg? Miért viccelni ezzel? Hogy rákos vagyok. És akkor mondja neki, hogy akkor dögölj meg. És ezzel röhögtök. Ez így még rosszabb, bazd meg. Morbid vicc volt. Hát ez a viccnek nagyon szar szerintem. De most az, hogy Rozina is mondta, hogy mi van. Na, amúgy azt is lementettem, várjatok. Wait a minute. Nézzük most ezt a rozinásot először, hogy meglegyen a kontext, és folytassuk utána a mai videót. Az lenne a időrendi sorrend amúgy is. Itt láttam egy olyat, hogy mikor akarod rozinás fürdőruhába látni Batman. Mit még egyszer? Olyan gyorsan beszélsz, mint egy rapper. Mikor akar engem a Batman fürdőruhába látni? Mert ugye előtted a videót. A Batman mindig mondja nekem, hogy mikor lesz le hozzánk medencézni. Van egy videó. Ezt hogy tudod? Azt onnan, hogy elküldték nekem. Már volt egy csávónak egy reakció videójára. Az én voltam. Rólam, és akkor mondta, hogy 13 éves vagyok, amikor kurvára nem annyi vagyok. Nem 13, na miért mennyi? 14? Húha! Damn, sokat tévedtem. Mindjárt megmutatom, és mindig küldözgetik nekem. De pillanat. De jó, hogy nem zaklatsz engem azzal, hogy erről tudsz. Miért érdekel engem? De amúgy engem. Most is abba vagyok, szóval tessék, most akkor láthatod. Amint mibe? Fürdőruhában, szürdőruhában. Csak már fürödni fog. Anyád kinőtte. Olyan ökrösbe húzok neked mindjárt. Én melyek a rendőrség, nem is te. Remélem. Ne, itt. De várja, a neve érdekel. Gatya. Ja. 28-55. Azt ne indítsd, de. Mit? Ne, én nem akarok, ezt sosem nézek meg. Ott megyek a Rozina telefonjába. Nézzétek, hogy beverősödött a fej. Azt ne indítsd el, azt ne indítsd el. Fia. Azt ne indítsd el. Mit? Ne, én nem akarok, ezt sosem nézek meg ilyen videókat. Még a ló is oda nézett. Fiat, még a ló is oda nézett, őt is érdekelte. Ja. Fiat. Ahogyan indul a videó. Azt ne indítsd el. Ne, én nem akarok, ezt sosem. Még a lovat is érdekli, még a Rozinát is, csak a Hörbit nem. Milyen fura ez, nem? Nézek meg ilyen videókat. Most ezt meg nézem. Nem, de ezt tart. Nem nézek meg ilyen videókat, na a Rozinát meg már érdekli. Fiat, nézzük, hogy mi lesz itt. Tartom magamat ehhez. De nem ez kell. Nem az, hogy amikor rólam beszéltek. De ne indítsd el! De most miért? Akkor megyek, ső. Kiveszi a telefont a lány kezébe, mindjárt hallod? Nagyon nem akarja megnézni ezt a videót. Hú. Mindjárt elmenekül, hogy ne mutasd meg a Manin videóját. Jaj, ne. Úristen, kicsi, még a Rozina is nevet rajta, még a 14 éves kislány is kiröhögi. Ezzel lehet megijeszteni. Ettől fél a legrosszabban. Komolyan. Ettől fél, nagyon durván fél ettől. Lehet, hogy a rémálmaiban Manin videók mennek on loop. És így felkel, és úristen, csak álmodtam, úristen. Ez Manin fóbia, amúgy az agorafóbiája lehet átalakult Manin fóbiába. De. Nem indítom át. A bruh! Én ezt tartom. Elindult a bruh hangeffekt a telefonján. Tudom magam, mindenkinek van egy ilyen happy-e, hogy mihez tartja magát. Tudom. Én nem nézek ilyéket. Ott már ezt küldték el nekem a sztája. És onnan tudtam, de amúgy már nem néztem, de amúgy nem érdekezem is ez ilyen. Ott 13 éves, tehát 13 éves eztek le. Mindig hazudgál, ne is idegesíts. Nem hazudok, csak nem tudtam! Dezinformált vagyok! Hát ne haragudj, én kérek elnézést. Eltelt azóta idő, és most már idősebb lett. Nem gondoltam rá. De mindig úgy néz ki, mintha 11 éves lenne, szóval tök mindegy. Ez már anyámat is szétbaszta. Igen, én ilyet mondtam. Persze. Pacival egy képet, na. Nem a Hörbivel, hát igen. Amikor meg egy ló is híresebb nálad. Kaphatunk a Pacival egy képet. Herbinek a pokolban Manin videók fognak menni. Purgatórium. Nézzük tovább. Őt is basztatják miatta. Jaj, most ellemaradtam kit. Ja, Rozinát? Na mindegy, mert nem akarok sokat mondani. De most az, hogy Rozina is mondta, hogy mi van. Őt is basztatják miatta. Igen. Meg annól nekem ez meg is lett írva, hogy ez a terve. Milyen terv, bro? Gonosz terv. Én vagyok a fő gonosz a Marvel univerzumban. Akarok semmi rosszat mondani. Még tudnék. Viszont látásra.
Nézzétek a Manint. Én jelengettem a videóit úgy, hogy nem néztem meg soha. Viszont látásra nézzétek a Manint. Elengedtem a videóit úgy, hogy nem néztem meg soha. Ez a probléma, látod? Lehet, hogy meg kellett volna nézni, nem? Jelentette, nem elengedte. Neked matematika? Jelente. Neked matematika? Kus már indult a kurva TikTok! Mi ez? Mi ez? Mi? Neked matematika? Nekem fullos latina? Nem érdekel senkit, hogy most mentél Szabira? Csajod visszamegy szóval, jön Matalira? Jakton ezer férőhely, nálad közmunka? Ej, tesó, irány közmunka? Másra nem telik neked, mész a budiba? Rószki, ez mi volt? Ez annyira tipikus, ez a mindent kitalálnak. Mennyi minden volt? Én már felvettem egy csaj seggét, érted? De róla nincs bizonyíték senkinek. Ott van a bizonyíték! Felvettem? Hú, de imádom a vékony lábakat, combokat. Felvettem? Láttad? Vagy így fel tudtam venni közelről, de miért GoPro-val voltam így, de legalább hát, ha benne. Én hópotalgopirinnal etettem, de nincs róla bizonyíték a senkinek. Kis zsíros kenyér. Nincs róla bizonyíték. Tejet végül nem vettem, mert így az semlegesíti a gyógyszert. Nincs róla bizonyíték. Előbb kezdjük azzal, ami nem a gyógyszeres. Zsíros kenyér. Nincs bizonyíték, vágod? Nagyon drága. Nyerd le, nehogy rágjad. Ez 2405 vagy 10-5. Ennyi? Szóval így a videókból szűrnek ki dolgokat. Hát igen, leszűrtem. Jó leszűrtem. Szóval ezeket így letagadta. Elmondom, mit kellett volna csinálni, Hörbi. Azt mondod, hogy figyelj, bocsi, ideges voltam, rosszul volt a kutya. Azt hittem, hogy ez lesz a jó megoldás. Azóta már rájöttem, hogy nem. Hibáztam. Sajnálom. Nem fogok többször gyógyszert adni a kutyának. Ennyi. Vágod? Ennyit kell tudom mondani. És ez nem egy olyan kurva nehéz dolog szerintem. Tehát ez, hogy így egyszer így belátnád azt, hogy te vagy a hibás valamiben, és nem mindig másokra mutogatnál, az lehet, hogy előre vinne egy kicsit amúgy ebben az egészben, nem? A mai videójában azt mondta, hogy nézzük meg hang nélkül a cigány Cefre videóját, mert hogy nem volt olyan, hogy gyógyszert kapott a kutya, amikor ő sem szed gyógyszert. Mi van? Hang nélkül is lehet látni, hogy belerakja az algopirint a zsíros kenyérbe, hát ott van, nem kellett vágni se meg semmi. Ott van. Ez nem izé AI. Vagy ez hogyan? Nézzétek a Manint. Én jelengettem a videóit úgy, hogy nem néztem meg soha. Ja, bejelentette őket. Jó. Azt hittem elengedte. Nem, bejelentette a videóimat. Let's go. Ezek szerintem kellett volna, vagy nem tudom, de nem történt soha semmi a YouTube-on. Nem történt semmi a YouTube-on? Mert hát, hogy meg se nézd, akkor nem tudod, hogy történt-e valami. Az true. Tudjuk, hogy nem vagy képbe. Az, hogy emberi életeket teszek tönkre úgy, hogy végül is ő csinálja, de miattam. Én nem ezért csináltam a YouTube-ot. Mi? Szóval nézzétek őt. Köszönöm. Elismerés. Az csá. Én privátá teszem a videóimat. Mindet. Nem hiszem. Nézzegetek egy-két emléket, mert azért vannak itt cajok, hisz meg itt voltak cajok. Cajok. Az kész, de én már... Így beszél, ez biztos bejön a cajoknak. Ez tud, hogy bejön a cajoknak, hogyha így beszél. Ahogy így mondja ezeket, így nekem egy kicsit olyan beütésem van, lehet, hogy inkább pasik voltak. Már ezt idegileg nem bírom. Nem bírja. Rámszállt... Oké. Rászállt a kutyára, azt már nem bírom elviselni, de hogy gyerekekre, meg anyukákra, meg mit tudom én, ez egy utolsó féreg. Én ehhez nem adom az arcomat. Elnézést. Hát, adom. Ez kellett ehhez amúgy. Szarrá kell basztatni. Így látszik. Így, nem tudom. De hát úgy is az lesz, hogy nem fogja kibírni, hogy ne csináljon videókat. Úgy se bírja, hogy ne csináljon videókat. Egy féreg vagyok. Holott minden, amire reagáltam, az ő csatornáján volt fönn, és semmit nem mondtam senkire, csak rá. Most a másik csatornám az lehet, hogy hát csak otthon tudom eltávolítani. Kibaszott internetről, hogy védjem a szeretteimet, mert faszom se tudja már, hogy mi a jelszó, mi ilyesmi, mert feltörtek. Ugye az ő gonoszságai miatt kedvet kaptak ilyen csehszlovák, meg lengyel, meg mit tudom én, hol laknak trollok, feltörtek mindenet. Feltörték mindenét? Biztos én voltam. A csehszlovák trollok. Csehszlovákia amúgy ez létező dolog.
tegnap már itt nem tudtam belépni a másik csatornámba, meg hát le is szarom a másikat, ugye, mint ismertek. Azt majd otthon, hát kedden vagy szerdán leszek otthon, addig mentsétek le, amiket szerettetek a Hörbi régi című csatornán. Én ezt a mostanában most leprivátolom, jó lesz magamnak. Ráadásul most kijelöltem mindent, ami privát és nem nyilvános, és azokat letöröltem. Ugye ott voltak ilyen Kimberly, évnyitó, meg itt tudom én szerelmemnek küldtem valami megható videót, az jó volt nekem emlékbe. Ami nem nyilvános és privát, és valamikor az újra nyilvánossá lesz téve az összes, akkor az kikerül mindenki elé, meg mindegy. Most nem gondolkozok ezzel. Nekem ez volt az utolsó, hogy anyám még rám írtak, hogy hoppal miket művelnek, meg ez a rozina izé. De miért nem, de hogyha megnézte az anyukája a videót, ő nem látta? Lehet, hogy az első másodpercben kellett volna bevágnom amúgy azt, hogy Olga pirintod a kurva kutyának, geci. De hát amúgy meg azt mondta, hogy amikor az anyjánál volt, akkor az a kutya is kapott. Szóval, akkor meg lehet, hogy ez nekik full oké. Falusi orvosság. Az anyja nem mondja neki, ja, amúgy igen, igazunk volt, erre jut eszembe, mennek a fűrjek Döbröntére, maragta föl a videót. Megunta a fűrjeket, túl sok munka volt velük. Szóval most se YouTube, se fűrjök. Mit fog csinálni? Elviszik a fűrjöket, elköltöznek a fűrjök, mert rájött, hogy igazi munka van vele, azt meg ugye hát nem tudja elvégezni, mert túl lusta hozzá. Majd recskázik, igen. Elmegy dolgozni, ha-ha-ha. Hát a fűrjökkel is dolgozni kellett volna, és ez volt a probléma velük, gondolom. Az meg ugye nem jó, mert hát a munka az büdös. A munka az nagyon büdös mindenkinek sajnos, főleg a Herbinek. Hogy róla kitalálta, hogy 13 éves, meg hogy mi van benne. De mi mennyi szóval, akkor? 14, úristen, sokkal több. Egy falusi kislány lejön a kocsmába, hogy jól érezze magát, és... Az... Hát ez a mondat, ahogy kimondtad, ez semmit nem kell hozzátennem ahhoz, hogy rosszul hangzódjon. Köszönöm szépen. Meg se kell vágni. Falusi kislány megy le a kocsmába, hogy jól érezze magát. Anikónak bővíteni kell a könyvet, Manning nyert, fejezettel. Amúgy igen. Az az első gondolata, hogy ez a faszkalat miket talált ki róla. Nem. Én jó fele akartam mindig vinni a YouTube-ot, és hogy ez minden fasságot kitalál, hazudgál, rágalmaz mindenkit. Én... Jelents föl. Erre várok. Miért nem megy el a dohányboltba és jelent föl engem? Még egy filmkillert nem akarok átélni. Éljetek, ahogy tudtok, nekem sose volt szükségem erre az egészre. Akiket megismertem, azoknak köszönök mindent, az kész, csá. Ennyi a baj a videózás. Azt, hogy már kutyákat, gyerekeket bántanak ezek. Azt. Én azt már nem. Más lett a YouTube. Az a baj, hogy tényleg elhiszi azt, amit mond. Nézze mindenki a Manint. Ő most a sztár, ő a jó. Ez az, let's go. Sziasztok. Figyelj, kaptunk egy kis elismerést legalább. Vivon Zulul? Hát nem tudom. Szerintem egy kávé fél óra múlva tölti fel a következőt, amúgy. Mennyi videója van még fönn? 3000. Mennyi volt eddig? Eddig valami 11000 volt, vagy mennyi? Sok volt eddig. Lehet, hogy tényleg 11000 volt. Leprivátolt 7000 videót. Több mint 7000 videót leprivátolt. Az kemény. Zsoti mondja, ez az ember amúgy miból el, már nem rosszból. Hát a YouTube-ból 300-400-at keres. De nem nézik, jó, de figyelj, hogyha összeadod ezeket a megtekintéseket, mert egy nap föltölt be az meg 5000 videót, törölt be tök sokat, de figyelj, 3000, 3000, 3000, 2000, most hogyha ezeket összeadod, akkor itt már majdnem 15000-nél vagy. Ezzel a négyel, ami itt van az első sorban, és akkor meg megy tovább, és egy nap legalább 6-ot feltölt, szóval viszonylag sok megtekintést kap, amúgy csak eloszlik sok kicsi videóra, mert ugye a mennyiségre megy rá, inkább nem pedig a minőségre, de meg pontosan fordítva mondja, hogy ő a minőségre megy rá, és hogy amit ő csinál, az pontosan milyen minőségi. Hát az kurva minőségi, ez az őszinte YouTube content, hogy broadcast yourself. Letörölte a Fink kollekciót, akkor soha nem lesz, abból jött neki a legtöbb pénz szerintem amúgy. Hoppá, tényleg letörölte. Csak egy van, a Hörbi régi csatornán. Tényleg letörölt nagyon sok videót. Privátolt őket. Azt a rohadt. Aha, Hörbi csoportba beírta valaki, jelentsétek a Twitch felé. Hát ugye ennek nem lesz vége úgy, mint a Barátok köznek szerintem. A Hörbi ez visszatér. Mennyi idő mire feltöltő következő videót? Szerintem ezt kéne megszavazni. Egy nap. Egy hét max. Én is max egy hetet adok neki amúgy. Na, 3 nap. Szerintem 3 nap. Elvonási tünetei lesznek. Lehet, hogy amúgy is beszél magába amúgy.
egy óra múlva, amúgy ez is benne van. Legjobban a kutya fog szenvedni, senki más. Ez a másik komment a Facebook poszt alatt. Hát még a Herbie Facebook csoportjában se védik meg őt, akkor úgy látszik. Lehet, hogy ez a probléma. A múltkor azt mondta, hogy a temetésén is videózna, és nem bírnak egy napot sem. Szomorú videó, kérem, vegyék komolyan, az internetes zaklatás súlyos bűncselekmény, ha ön is az interneten élő adásban vagy live-ban tesz ki embereket, csak hogy pénze legyen, a bűnt támogatja. Ezért, ha nem vagy gerincelen, ne zaklass se interneten, se élőben, se személyesen senkit, mert komoly lelki sérülést és sok mást okoz. Remélem megérted, vagy ha nem, na. De hát a múltkor még a Rio MC csinált egy dalt TikTokon, hogy Mannin a legjobb, és azt énekelte. Azt valaki küldje el, léci. Hát a múltkor még imádott engem. Még közös képem is van vele. Hát most ez mi? Hello, sziasztok! Újra itt a YouTube-on, és most egy kicsit szomorúan, de mégis boldogan, és ez egy jó kívánság lenne neked, Herbie, és a kutyádnak, hogy gyógyulj meg, pici kutyus. Ugye tudjuk, aki követi a videóidat, hogy tegnap operálták, vagy még a mai nap? Most nem is tudom, 2023. 6. 24-e van. Fú, ez mint történelmet tudnád így kívülről, geci. Hős vagy, Péter, hogy elvitted, mellett állsz, vele vagy, úgyhogy most csak annyit tudok tenni, hogy minden jót és jobbulást, kitartást, energiát, az összes erőt küldöm, és az egész YouTube közösség küldi nektek, mert szurkol nektek a félország, hogy gyógyuljon meg ez a picike kutyus. Igen, a félország. Úgyhogy tuti. Csak vigyázz rá, nevelgesd, és gyógyuljon meg, és veled vagyunk. Úgyhogy rajzoltunk is. Gyógyulj meg, Hope, szeretünk, és veled vagyunk, és kitartunk melletted. Gyógyulj meg, Hope. Hope! Hope, hope, hope! Hope, gyógyulj meg! Gyógyulj meg! Ezt a gyerekével csinálta, vagy egyedül? Mert hogyha a gyerekével csinálta, akkor még azt mondom, hogy oké. De hogyha ezt egyedül csinálta, akkor itt szerintem, hát... kicsit... Gyógyulj meg, Hope! Nem, az nem oké, hogy gyerekkel Herbie-t nézed, de hogyha azt mondja, van egy Hope... mondja, a gyereke méz helyett Herbie. Azt mondja a gyereknek, hogy van egy Hope nevű kutyus, aki nagyon beteg, és megmutatja neki a képet róla, és csinál egy ilyet, az még oké, de szerintem egy felnőtt írt, ez egy felnőtt írása szerintem. Ez elég gatya. Ez problémás. Rajzoltunk, azt mondta, szerintem a gyerekével rajzolt, és ráírta ezeket utána. Gyógyulj meg, Hope. Hope, veled vagyunk. Gyógyulj meg, kérlek. Sok-sok előtt egészséget. Hopp kutya, veled vagyunk. Gyógyulj meg, kellek. Gyereke furuljázik a háttérbe, ezt valószínűleg tudja, hogy gyereke csinálta. Nézd, mit rajzoltunk neked. Igazi bengereket tol amúgy. Real trap shit! A felállók látszik. Gyógyulj meg, pici kutyus. Gyógyulj meg videónkat. Legalize nuclear bombs! Minden jót. Gyógyulj meg, pici kutyus. Kitartás neked, Péter. Herbie, kitartást, veled vagyunk, szurkolunk, mindenki... Amúgy ez tényleg egy NPC, geci. Üzenjen, aki tud, és küldjük az energiát. Vigyázz rá, veled vagyunk, kitartást, szia, szia. Hopp kutya, veled vagyunk. Malint 0S mondja, gyógyulj meg, Döli Péter. Gyógyulj meg, Döli. 10 000 szabja van amúgy, ez durva. Random TikTokokat letölt és föltölti őket. Az elég gáz, az nem a Herbie mondta azt, hogy nem szabad más tartalmával keresni pénzt? Tehát ja, nem pont a Herbie mondta, hogy nem szabad mások videójával keresni, megizélni? Szarráoltotta ezt a nőt tegnap. Kajak, nézzük már meg azt is. Itt? Na faszom, ez Anikó. Most erről a nőről beszél amúgy, mert ő nagy Herbie fan, de most a fanjának neki ment a Herbie. Na hello, szia! Itt ez a válasz videó már, de majd ezt később nézzük, most ezt nézzük, itt még lesz egy kis pofázás szerintem. Másik nő miatt hagyta ott, pedig az rondább, mint Vica, ezért nem érted a pasikat. Hát Vica hagyta ott a férjét, nem fordítva. Uh-huh. Van róla videó, ember? Hogy milyen barátok köztön nőttél fel, vagy mi a faszom ez a beteges lófasz már itt az utóbbi 1-2 hónapban? Régen olyan normális volt. Miért nem a saját életedről beszélsz, vagy éled? A te férjeddel mi van? Foglalkozol vele eleget? A múltkor ide leírtad, hogy velem megcsalnád a férjedet. Nem mondod komolyan. Létezik ilyen ember, aki ennyire még a Herbie-be szerelmes? Az ilyesmit titokba kell megírni Messengeren.
Messenger, meg kell írni azért, ott már adta volna. Ha ott írja, akkor azt mondja Herbie, hogy jó. Viszok vodkádban. Még nem is azt írod, hogy vicca volt férjére, hanem hogy kikobel a szapjára. Szóval még ide ki legyen írva a gyerek neve is, meg minden. Egyre nagyobb báskálódás. Aszta. Hát ez kb. Olyan, mint aki becsengetett hozzám, azt ott áll. Hát most amúgy ne haragudjatok, de a gyereknek a neve az eddig is tudtuk, hogy Kikó, nem? Innen már ez az egész nagyon nagy sorbasztós, szóval ezt nem akartam belevágni, de annyi az egész, hogy ez a Rióka nevű nő, aki amúgy nem a Rio MC, de ő is Rióka, valamiért rákeresett a vicca volt férjére, hogy most milyen nővel van együtt, és akkor mondta Herbie-nek a csetjén, hogy undorítóan néz ki ez a nő, és hogy nem érti a férfiakat. Ennyi. Herbie meg ezen loopolt igazából. De nem akarom bevágni az egészet, mert nagyon unalmas. A nőnek a válaszát sem akarom bevágni, mert az meg nincs benne egy összefüggő mondat se kb. Történik az életedben egy olyan dolog, hogy aminek boldog vagy örülsz, meg vágyol rá, meg szeretnéd, hogy ez így legyen, és akkor ezt a felelősséget neked életed végéig viselned kell. Mi? És életed végéig... Hát ezek az összefüggő mondatok, ezek nagyon viccesek még itt is, de a Herbie-nek még rosszabb. Ahhoz kell alkalmazkodnod. Mondjuk, ha te ezt a felelősséget elvállaltad 21 évesen, akkor 21 éves korodtól fogva ezt a felelősséget vinned kell 18 éves koráig, és utána vinned. Vinned kell, utána a nagymama leszel. CU 17 mondja, ez a hölgy töri a magyart, ahogy látom. Akkor vinned kell ezt a felelősséget, és onnantól kezdve te ilyen nyilvános... Fulgen CU atya mondja, Herbie videóiból tanult megbeszélni XD. Nem tudsz úgy megjelenni, hogy mondjuk ami... Mert ez nem illik. Ezt nem illik csinálni. Mert neked kutyád van, neked nem illik elmenni kutya nélkül máshova. Csak azért is bevágtam, de látjátok, hogy egy szót nem lehet érteni belőle, szóval haladjunk a következő másnapi streamre. Mivel Herbie körülbelül 12 óráig bírta ki videózás nélkül, és másnap, vagy aznap már meg is mutatta a farkát. Jaj! Jaj! Illetve egy 15 éves lánynak a fenekét is erőteljesen mutogatta. Képzeljétek el, hogy kedves Herbie nem hagyta abba a videózást mégsem, úgyhogy körülbelül 12 óráig bírta, és ma live-ozott hármat is a Rozinával, aki most már tudjuk, hogy 15 éves, nem 13, tévedtem 2 évet, elnézést kérek tőle itt élő adásban. Hát figyelj, én úgy jöttem, hogy most annyira be akarok rúgni, hogy lehányjam a kutyát. Hát ez amúgy egy elég jó a kezdésnek amúgy szerintem. Az... Jó van, figyelj. Így a tegnapiak után jó kezdés. Újra kezdte a videózást. Azt nem mondtam, hogy meg is változott, de... egy új kezdet. Most már újra nem létezek. Tehát ez, hogy abbahagyta a videózást, ez csak annyit jelent, hogy most új személyisége van. Mindenkit újból megismer. Ez egy új fejezet. Anikó már írhatná is bele a könyvbe amúgy. Mikor jön a második könyv? De a seg... Fordulj meg! Nem. Aj, fordulj meg! Most... Na, ha akkora hozzá... Ez most for real? Várjál már most. De nézzétek már akkora hozzá a könyvest. De a seg... Fordulj meg! Nem. Aj, fordulj meg! Na, ha akkora hozzám képest, én úgy hova akartam? Miért? Akarják a segét mutogatni a 15 éves lánynak? Én 160 cm, 42 kg, ti amúgy ezt így hogy gondoltátok, bocsi? 42 kg, geci. Kisgyerek. Bocsi! Bolond vagyok. Alizor, ne egyed már meg a kibaszott magyarommal! Tudjátok, hogy mennyit verekedtem a testőrével, hogy mellette ülhessek? Hát jó, amúgy. Vagy már 3 napig verekedtünk. Oh, God! Maradj ott, mi? Hű. Fú, megfájdult a fejem. Remélem a Batman is nézi ezt a live-ot. Az előbb meg akarták fordítani Csorót, és nem akart megfordulni, mert nem akart, hogy a seggét nézzék az emberek az élő adásba, de itt
itt sajnos sikerült véletlenül is fölvenni a Herbie-nek ezt. Ez most lehet, hogy nem direkt, de tessék. Herbie nem abba hagyta a YouTube-ot. De abba hagyta, tegnap hagyta abba a YouTube-ot. Ez egy másik Herbie most már. Minden videója vissza is került amúgy, amit tegnap mémeltünk, hogy letörölte őket. Fönn van mindegyik most már szinte. Ismét. A másik csatornán is, meg ezen is. Tegnapi live. Nem, letörölte. Nincs fönn a manninos. Az eltűnt már. Az úgy, az nem létezik, látod? Az már nincs itt. Itt mutatom. Látod, az egyik se az. Az nem történt meg. Nem, miről beszélsz amúgy? Várjál már. Az nem is történt meg. Meggondolta magát. Én mondtam, hogy nem fogja bírni. Mondtuk neki, hogy egy hetet adok. Én azt mondtam, egy hetet adok neki. Rossz volt. Aki megszavazta azt, hogy fél napot se bír, ő nyert. Nem mondtam, hogy ki volt az. Többen is írták szerintem, hogy egy napot se fog kibírni. Ez tényleg így volt. És mondja, tényleg itt van. Manni, tesom, te a Tipmixen nem nyernél, itt szomorú arc. Kristóf Batmannek. Ferenc Kocsis. Ferenc Kocsis vajon hány éves lehet? Nem tudom. Ezt a szüleinek kéne megmutatni amúgy. Rozinának a szüleinek, hogy ott van a gyereknek a segge konkrétan kitéve. Ja, ez is láttam, hogy így bemutattak. Redex 01 mondja, a csaj segges képeket rak fel Instára és facere, Erik Robert megmutatta. Segges képeket rak föl? Ez a kislány? Magáról? Akkor, hát akkor a szüleinek valószínűleg ezt full oké. Hát jó, amúgy. Vagy már 3 napig berekedtünk. Amúgy tényleg nyúlt a telefonhoz egyből. Maradj, ott nincs több magyarok! Majdnem elvált. Tényleg, amúgy tényleg olyan. És tényleg még mindig nagyon sokan megvédik. Megigazított a telefon. Persze, mert hogyha... De látta a telefonba a képet, hogy mi van éppen a képen, és úgy volt vele, hogy nem kell megigazítani, mert rajta van a lényeg. És csak utána igazította meg. Vágod? Hogy ez itt a probléma? Most amúgy ezzel akar magának... Nem tudom, ez ilyen szimpátia dolog akar lenni, hogy most a hópot rakja be ezzel ére, és akkor sajnáljuk őt? És akkor küldjünk pénzt? Vagy ez mi? Looks like he needs some algopirin with zsíros kenyér. Hópkutyus, gyógyulj meg! Hópkutyus, gyógyulj meg! Annyiszor eljátszotta már ezt, hogy most abba hagyja a YouTube-ot meg minden, és lehet, hogy ezt nem direkt csinálta, vagy lehet, hogy kölyök annyira nincs magánál, hogy így... De ez manipulálás, elég durván. Ezzel manipulálja azokat a nézőket, akik ott vannak ugye nála, hogy most én most abba fogom hagyni a manin miatt, és így meg úgy... Tudjátok, hogy hány ember írt rám, hogy dögöljek meg, hogy megölik a családomat? Ne tudd meg, nagyon sok, geci. Ki is raktam Insta sztoriba egy párat, csak egy-kettőt már letiltott az Insta. De Instára kiraktam, meg Discordra is küldtem be egy párat, szóval nézzétek meg az Insta sztorimat, ott van. És kommentekbe is amúgy, tehát hogyha most megnézem, milyen kommenteket kaptam, nagyon jó, összevágtad a videót, kiragadva olyan részleteket, amik által generálhatod a felháborodást. 20 éves kis ostoba gyerek vagy, akit az anyja nem nevelt meg, gratulálok a szüleinek. Ez kellemes. Milyen szinten kell lenni emberileg, hogy egy 43 éves kódust védjél? Le van videó formájában dokumentálva, minden hazugsága a jó embernek, Manin stílusa esetleg nem tetszik, az egy dolog, de ezzel az emberrel kapcsolatban kitalációk nem hangoznak el. És hiába írják le az emberek nekik tök normálisan. Nem. Jetszik, atya? Szegény kutya, most megsajnáltam. Most már nem is haragszom a Herbie-re. Azért, mert ilyen 15 éveseket szexualizálnak, nem? Teljesen okés dolog, elfogadott. Világszerte. Az is, hogy random nőknek a seggét felvesszük, meg megkérjük a viccát, hogy a Balatonon levideózza a kislányokat, és azoknak a seggét kirakja, az teljesen okés. Ez tök okés. Mindjárt pénzt is küldök amúgy. Szerintem. Senkinek nem tűnik ott fel amúgy, hogy egy kibaszott 50 éves ember van egy 15 éves lányjal, és ez így nem gáz senkinek a kocsmába. Ott kiadják nekik az alkoholt, meg ilyenek. Én ezt nem is értem. Tényleg. Az meg. Elmesek, balhéznak. Figyeljetek, így szokták megoldani a faluban. Ez már a szopja. Vája, elég szarú szopik. Igen. Üti. Bepisült. Hopp, védekezik. Nem haragsz. Nem tud mit csinálni a dologgal. A többiek fel se fogják, hogy mi van. Senki nem zavarnak, csak okádnak.
ő meg iszik. Azt mondja, férfi állat vagyok, én ütöm és iszok. Tökön rúgta a nőstény. Fáj neki. Mi a fasz? Úristen, geci! Semmi ilyesmi, csak a golyókat veszem. Ha, geci! Ez egy 15 éves kislány. Ez nem egy kiragadott pillanat, hanem egy 15 éves kislány, akinek a seggét veszik föl. És még el is takarta előtte, mert nem akarta. De úgy volt vele, hogy ha Hörbi csinálja, akkor megengedi neki. Ez szerintem szexuális zaklatás kategória, ami nem olyan dolog, amivel viccelni kéne, szerintem. És ez nem az első volt, hogy mondták neki, hogy forduljon meg, meg bikiniben akarják látni, meg stb. Amikor mondták, hogy forduljon meg, akkor is ellenkezett. Hogyha elsőre ellenkezett, akkor másodjára miért nem van annyi az embernek, annyi gerince, miért nincsen a Hörbinek, hogy másodjára akkor nem kezdi el felvenni a seggét esetleg? Miért csinál ilyet bárki is? És nem értem, hogy a Rozina szülei ezt nem látják. Vagy lehet, hogy nem is ez a neve, nem, itt nem tudom. A kislány szülei ezt nem látják. Ez normális. Ez kurvára nem normális, geci. El van túlozva a szórakoztatás kedvér, igen, látom. Jó éjszakát, szép pálmakat. Azt iszad vissza. Filter nélkül, Rozina! Jaj, de cúnya! Originál Rozina! Ott egy random bácsi. A cigány kurva isteni. Ezen meg se lepődök. Ismét. Ezekre kiveri vajon amúgy? Most ez komolyan, ez esküszöm, szerintem az a baj, tényleg. Nem tudom, hogy ivott-e a kislány. Ha ivott is, az még durvább. Ami ott hol van, kutya múltkor átjött a Rozina. Kinyalt a Rozinát, kutya. Minyi? Szóval lehet, hogy direkt csinál. Esküszöm, hogy nem tudom elképzelni, hogy ez valódi. Lehet, hogy ezt direkt csinálják, azért mondják ezeket, így direkt előre megbeszélik, és csak mondják, hogy ezt fogják csinálni, hogy legyen még több nézettség a Hörbinek. Na pusztusz! Pusztusz! Gyerünk kifele, menjünk haza! Várjatok, faluban van balhé. És ráadásul szerelmes. Szerelmesek! De mi? Hogy ne látja? Oszd meg neki, küld el neki, aztán meg tudja nézni élőben, mit csinál. Ne! Titeket is. Most hányni fog? Hát ezt most miért videózod le? Fúj! Nem a következő, amit elhagyott. Megharapta a kezét? Hallgatom, Jégert ivott, én azt nem hallottam, hogy mit mondtak. De azt mondta, nem vagyunk alkoholisták. Ez mi? Úr, ez mi? Nem is vagyunk borulás. De? Nem. Ez akkor mi a faszom? Bocs, adok rá beszélt. Gonosz vagy. Nem is vagyunk borulás. Eddig szerettelek, ez már túlzás. Nem. Szerintem be van baszva a kis csaj. De? Ennyi volt. Ennyi. Összevesztünk. Hát jártunk egy pár hónapig, de ennyi volt. Én ezt már nem bírom. Már nem ez bírom. Ez a bántalmazás. Megharaptam. Vámpír, geci, kurva. Ezt nem bírom tovább viselni. Ez el... utolsó volt. Szóval nem is jövök többet Döbröntére. Elviszem az ezt még lopisz. Kettőt lop. Nem már, hogy nézek ki? Darász cipész fejű vagyok. Már megint ott felvette a lényeget. Csak ebből is sikerült felvenni a lényeget, geci. Olyan vibe-ot ad nekem, mint a vendeles videó amúgy, igen. Teljesen ugyanaz.
Mint ez a vendeles videó. Jézus, úr, Isten. Ezt amúgy szarrá kéne reportolni, srácok. Child abuse. Konkrétan. Gatya. Rahagy meg, tönkreraktad Herbit. 15 éves kislányok seggét veszi föl éppen! Én tettem tönkre, haver! Nézd már, hogy mi van ebben a videóban! Ez itt van az ő csatornáján! Ez nem az én képernyőmön keresztül változott át ez a videó! Ez... ebben a videóban ez van! Magát teszi tönkre, nem tűnik föl? Vak vagy? Hú-hú! Lehánylak. Gyere! Add már ide! És ez nem zavarja ezt a palit se? Bazd meg, geci, úristen! Jaj! Opa! Azt mondta, el lesz küldve Maninnak, vagy mit mondott? Igaza lesz a Maninnak, azt mondta? Igaza lesz a Maninnak! Hát igazam van, ez a probléma. Ezt nem, nem, geci, úristen, jelentségetek már ezt a videót, geci, ez hogy lehet fönn? Ez őrület. Ott cigizik! Cigizik, geci! Nem, csak a kezében van, csak a kezében van. Random, fölhív az anyukája. Nem jössz rá! Mindom, de átmegyek. Ani néni, megyek, és akkor két órát ott ülünk, beszélgetünk, minden. Imádom. Van egy gyújtót. Van egy gyújtót, geci, nem hiszem el. Na, nem idom. Mit csinál? Bebaszom a györöngbólát. Nem tűnik. Házott kurva! Hogy nézd? Házott kurva, Geci. Kíváncsi leszek, hogy amikor ez a csaj mondjuk 20 éves lesz és visszanéz erre a videóra, akkor mit fog gondolni? Mit fog gondolni majd? Hogy ez milyen kurva jó volt, nem? Amikor a 45 éves fasz szexuálisan zaklatott az ország világ előtt. Meg leitattak. Ezt nem is tudom tovább nézni. Mi? A jó büdös kurva Isten faszáért nem születtem nőnek, bazd meg. Ennyi. Van csöcsötök, pinátok, azt ennyi, bazd meg. Én meg dolgoztam 20 évig ennyiért. Adjad már. Miről beszél? Ja, hogy bekövetik nem, az emberek. Vagány, Jézusom! Ennyi ember akarja bekövetni őt? Azt a kurva. Ez para. Ez nagyon para. Kíváncsi vagyok, hogy a következő videóban az lesz, hogy eltiltottak a Rozinától a kurva trollok miatt. Ha kitakarod a nevét, lehetne leakelni, vagy megoldani. Á, mindegy, hagyjad. Felesleges. Na, jól írta le? Nincs hiba. Akkor még nincs eléggé berúgva. Én mit csinálnék a helyedben? Vagy megmondani, hogy egyáltalán mit csinálj? Mert ez szerintem mindig, főleg az ilyen típusú emberek, mint te vagy én, ezt mi tudjuk. Most hangszóron tolja a viccának a beszédét? Az utcán, tehát, ha el akarsz tűnni, akkor eltűnsz. Ha nyugalom kell, akkor nyugalom kell. Pont. De azért azt jó, ha tudod, hogy fogalmazzak neked, hogy érthető legyen. A saját magamat. Ez nem vicc, akkor ez ki? Valami random nézője? Belegondoltál már, hogy egy nem tudom hány éves az a gyerek? Én? Nem tudom, de szerintem még nálam is fiatalabb, ilyen 20-21. Fogalmam sincs. Vagy ha velem egy idős, még akkor se az a kurva öreg, maradjunk annyiba. De ez az ember azzal próbál nyereségvágyat szerezni, és hát nyereségvágya van. Azzal szerez bevételt, hogy egy nálánál kétszer idősebb embert kritizál, meg kiragad egy-egy pillanatot, meg elhiszi azt, amit... Egy-egy pillanatot ragadok ki. Órás videókat csináltam erről, bazd meg. Az nem egy-egy pillanat. Ezt, bocsi, de elutasítom. Képernyőn keresztül lát. Tehát én ezt jól értelmezem. Ezek álomvilágban élnek, látjátok? Léteznek ilyenek. De nem is ő a legrosszabb ebben az egész történetben, az én véleményem szerint. Mert ő egy nokedli gyűjtő. Nokedli gyűjtő, Jeci.
és ő a nokedlik hátán próbál felmászni a rangon. De hogyha a nokedlik hátán, akkor most a Herbie is egy nokedlik? Most nem a Herbie hátán másztam fel eddig? Ranglétrán és bevételt szerezni, pénzt. Nokedli vezér vagyok. Tehát nem feltétlenül a legrosszabb, hanem azok, akik neki hisznek. Na azok a rossz emberek. Nem én vagyok a rossz ember, hanem az, aki elhiszi azt, amit mondok. Ez hogy jön? Mi alapján? Mi a logika mögött, a gondolatmenet mögött? Rájöttem, hogy az összes Herbie felszopó ugyanúgy lopol, mint a nagyságos Herbert. Hát erre csak most jöttél rá? De ezzel nem lenne gond, ha egy csoporton mondja, belül csinálná, és nyilvánosan, mert az már nem lenne bűncselekmény, mert szólásszabadság van. És akkor olvasom így a hozzászólásokat, nagyon szeretnék róla beszélni, csak ez így megfogott, hogy ezt mind te mondod. De Istenem, bazd meg. Még ha te is mondanál ilyeneket, amúgy nem, mert ez egy kurva nagy hazugság, amiket állít, na mindegy. Akkor mi jogosítja fel arra, hogy ő ezeket így összevágja és visszamondja? Általában azt szoktuk utánozni, akit szeretünk és kedvelünk, nem? Igen, pontosan emiatt mennek le az idióta emberek is a Herbiehez, hogy beszélgetni tudjanak vele, meg csinálnak ilyen creepy dolgokat. Pontosan emiatt. Ez ugyanezt mondtam tegnap. Azt utánozzuk, akit szeretünk, igen. És ezért nem kéne, hogy utánozzák a Herbiet, mert egy rossz példa. Ez csak így megfogalmazódott mellékszálként, meg Balással is beszélgetek. Menin nem a pokémonokat gyűjti, hanem a nokedliket. Amúgy igen, kösz szépen. Szer, jóf. Én vagyok a nokedli vezér. Most tekintsd el, vonatkoztassal Balázsról, csak van egy oldal, ami kurva jól lehet elbeszélgetni, és pont ezt mondtam neki, hogy én például nem mindenben értek veled egyet, és nyilván nincs annyi év tapasztalatom semmilyen téren, mint neked. De nyilván vannak olyan dolgok, amik nem teljesen úgy mozognak bennem, mint benned. De egy, te azt nem kérdezed, vagyis hát na, ezt nem mondom el csak úgy, főleg nem interneten keresztül, amikor egyébként meg valamennyire... De miért nem? Miért nem? Miért nem lehet releváns valakinek a véleménye, aki csak szimplán el akarja mondani a véleményét? Bárkinek lehet releváns a véleménye. Onnantól kezdve van fülem, szemem, tudok beszélni, látom, mit csinál az ember, akkor elmondhatom róla a véleményemet, mert nyilvánosan csinálja az interneten. És pont ezért probléma, mert TikTokon ugyanúgy csinálják a gyerekek a kurva editeket róla, ugyanúgy rámennek a gyerekek a csatornájára, és a gyerekek megtanulják a rossz tulajdonságokat a Herbie-től. És úgy fognak beszélni, még az a legkisebb probléma, hogy úgy fognak beszélni, olyan hülyeségeket tanulnak meg tőle, amiket nem kéne, mint például, hogy a kutyának nem lehet emberi gyógyszert adni, bazd meg. Ismerlek, meg valahogy mennyire megismerhettem a jó oldaladat. Meg hogy az menő, hogy az ember szexista. Meg ilyenek. Meg az alkoholizálás. Folyamatos alkoholizálás. Meg a téged. De attól én még kurvára nem vagyok ott minden nap, nem ismerlek személyesen, nem tudom, hogy mennyire lehet veled együtt élni, nem tudom, hogy milyen szokásaid vannak, milyen gondolataid, tehát nem ismerlek. És milyen lenne már az, hogy én egy ismerősként, nem családtagként, ismerősként beleszólnék a te dolgaidba. Az egy dolog, hogy lehet tanácsot adni, de szerintem ez is úgy működik, hogy tanácsot... Ja, hogyha nem ismersz valakit, akkor ne is mondjál róla véleményt. Csak itt az a baj, hogy ezeket a videókat nem magának csinálja, meg nem a barátainak, hanem az internetre rakja föl. Tanácsot úgy lehet adni, hogy rokonod, vagy kérik, vagy érdeklik. Nem úgy, hogy baszki 20 évesen egy felnőtt férfi életébe beleszóljak. Én csak ezt nem tudom felfogni. És ha valaki meg is mondja a véleményét kulturáltan, amire ő nem képes, már mind neked, nem a nézőközönségnek, akik pénzt akar csinálni. De neked nem kötelességed ezt megfogadni, és nem kötelességed úgy cselekedni, mert a te szíved joga van életben, és a te meglátásaid szerint, ami neked jó, ami az életedben jó, az szerint cselekszel, nem? Figyelj, Peti! A másik meg azt, hogy ennek jelz, hogy készítsd a vlogokat, meg a stb-eket. Én ezt valahol nagyon tisztelem, mert na hát ez, mert ez egy olyan jó munka. Mint hinnéd, és látod, meg tudod te is, hogy nagyon sok embernek segítesz. Annak idején közt
köztük, nekem is. Én már nem vagyok rendszeres követőt, mert nem azt mondom, hogy nem érdekel, amit megosztasz, mert nagyon sok olyan téma van meg. Csak geci unalmas. Valahogy lássalak, hogy ismerjem egy-egy gondolatodat, de nem követem minden egyes videódat, és nem azért, mert nem szeretlek, hanem mert van úgymond életem. Egy. Most ez... Ne mentsük már fel a csajt minden alól, a fél falu dugja, világi ribi, a csávúja is 30 éves. Tesó, ez egy kibaszott gyerek, vágod? Ez egy kibaszott gyerek. Rozinám már a fél falu átment. Bro, ez egy kisgyerek. Ezt el kell engedni, bro. Ez egy kibaszott kislány. De úgy, mint ember, amennyire megismertelek, és megtiszteltél azzal, hogy beengedtél a gondolataidba, a lelkiségedbe, úgy nagy... Mi az, hogy megtiszteltél azzal, hogy beengedtél a gondolataimba, gyerekek, srácok, kezdjetek el engem tisztelni, de kurva gyorsan, mert most benne vagytok a gondolataimba, és ezt nektek csinálom, jó? Na, egy kis tiszteletet, légy szíves, egy kis tiszteletet, bazd meg! Itt mondom nektek a gondolataimat, és megkaptátok azt a tiszteletet tőlem, hogy meghallgathatjátok. Vegyétek le a cipőtöket is amúgy, igen. Szobrot hova kéred? Még nem döntöttem el. Nagyon is szeretlek, és bár... Hol lettél leszopni? Most ha mondok egy durvát, soha többé nem videóznál. Most tekints el a anyagi dolgoktól, nyilván tudom, hogy ez az nem olyan egyszerű helyzet. De azt mondanád, hogy soha többé... Mert nincs munka. Írtál az anyjának, és elküldte neki videót? Ha kapsz választ, mondd el nekem, vagy küld el. Kösz, Laki, az úr a szabot. Ha nem videóznál, én akkor is 10 év múlva is kíváncsi lennék rád, és akkor is szeretnélek, mert én ezt komolyan mondtam múltkor, hogy nem úgy szeretlek, mint Herbie. Nyilván elismerem bizonyos munkásságaidat, meg egy kreatív ember vagy, egy nagyszerű, egy szókimondó. Dr. House feeling. Dr. House feeling! Adom House-t is, de... Egy napig bírt meg. Ez az, amit mondtál, hogy attól, hogy neked tetszik Sandra Bullock egy szerepe, attól még nem Sandra Bullockba vagy szerelmes, és nem... Köszönöm szabokat, tappancska! És miről beszél? Várjál már, most szerelmes a Herbie-be, vagy most mi van? Hogy jött ide a Sandra Bullock? Tetszik Sandra Bullock egy szerepe, attól még nem Sandra Bullockba vagy szerelmes, és nem kopogtatsz be az ajtóján, hogy éljétek le együtt az életeteket. Uh-huh. Ez teljesen így látom, de ez ilyen alap lenne, nem? De attól, hogy ismerem egy másik oldaladat, azzal meg úgy vagyok, hogy hú, baszki, azért tudd már, basszus, te is, hogy nem egyedül vagy, és sok emberre számíthatnál. És most a normálisakra, akiket tényleg is... Mi a faszonról beszélgetsz? Mert személyesen... Még ha engem nem is veszel, mert nem ismertél meg a legutóbbi találkozón sem 5 évvel ezelőtt, de most ha nem engem tekintesz, Peti, hanem bárkit, Viccát, Puppetrét, bárkit, Taxis Balást. Ők szerinted nem szeretik a te személyedet, és ezt gondolják ők is, hogy te azért születtél, hogy videóz. Kurvára nem azért születtél. Akkor miért született? Ja, hogy mindenki csak random születik meg, és... Nincsenek ilyen dolgok az életben, hogy valaki valamiért megszületik? Ó, el is felejtettem. Hagyjuk már ezeket a dolgokat, hogy mire születtünk meg ilyenek, bazd meg, ilyen nincs a világon. Ha valaki úgy születik meg, hogy ő a világ legszebb férfia vagy a nője, akkor azt mondom, hogy arra született, hogy modell legyen. Ezt még el tudom képzelni. De azt, hogy valaki arra született, hogy videózzon, ez nem egy olyan dolog, amire születni kell szerintem. Az a te hivatásod. Azt te szereted csinálni, de nem ezért születtél. Rohadtul nem. Most nem akarok ilyen kioktató hangsúlyban beszélni. Az lehet egy embernek a feladata, hogy segítsen sok embernek, hogy szórakoztassa őket. Ez egy feladat, de nem ezért születtél. Kőbányai! És én ezt fel nem tudom fogni. És érzem benned ezt a önbizalom hiány dolgot. Ha tévedek, akkor javíts ki. Önbizalom hiányos szegény Herbie, mindjárt megsírom itt. Ó, Istenem, kisírom magam, megsajnálom. Basszus, szeretlek. És nem szeretem így túl kombinálni. Geci, ez is szerelmes levél, kitől kapta ezt? A dolgokat, és egy kicsit rajtad is tapasztalom. Pont amit mondtál, hogy hirtelen vagy. De én csak azt érzem rajtad, hogy nyugi kell. Az, hogy végre tényleg találkozzunk. Én már nagyon-nagyon várom a jövő hétvégét. Ki ez? Ki ez? Köcsök találkozni fognak? Hallod? Ez is szerelmi vallomás?
És kiveszed magadból ezeket a dolgokat. És ha kíváncsi vagy, akkor én is kiveszélem az én dolgaimat, bár az nagyon nem felhőtlen téma. Barbara Life? Ő az? És na, abban biztos, hogy sírás lesz. De baszki, az kell neked, hogy kísérd magad valakinek, lehet ez én, lehet ez más, aki szívből meghallgat, és kíváncsi rád, és figyel, akkor tedd meg azt. És mondhatnám ezeket a sablonos dumákat, hogy le kell szarni ezeket az idiótákat, tehát nem tudod, mert hát a családodat, meg az ismeretségi köreidet is bántja. Igen, bántottam őket, geci. Szót nem szóltam róluk. Hát elméletileg ez az a csaj, igen. Fúha! Jaj, tudom ezt, vágom ezt, de ez tuti nem az. Szia, te drága. De amúgy ugyanolyan hangja van. Gyönyörű, szép szemed van, igen. Én azt megértem. De ha van kinek elmond. Na, én kimegyek húgyozni, ezt nem bírom, várjatok. És utána megnyugtat. Hülyéskedtek, vagy flexeltek, vagy bármi. Utolán már könnyű volt a helyzet. Igen, igen. Ú, bazzeg, várja, lehet, hogy mégse kéne elmennem. Most beleütött a lényegbe. Szexelni akar a Herbivel, jól hallom? Lehet, hogy mégse kell elmennem húgyozni? Na jó, várja, hát ezt nem hagyhatom ki. Tehát a családodat, meg az ismeretségi köreidet is bántja. Én azt megértem. Igen. De ha van kinek elmond, és utána megnyugtat, hülyéskedtek, vagy flexeltek, vagy bármi, utána már könnyebb ezeket a helyzeteket kezelni, és könnyen megoldani. Most akkor elintéztem a Herbinek, hogy dughasson egyet. A problémát, ami most fennáll. De jó, hidd el, hogy ez nem negatív, hogy hirtelen vagy. Mert sokkal hamarabb kiadod belőle magadból. És sokkal hamarabb le tudod magadban rendezni. Szerintem. Csíbazzak. Hát nagyjából ennyi. Nagyjából ennyi. Szerintem. De én erről azt gondolom, hogy baszki, azért ez nevetséges, és nekem van szégyen érzetem. Na, míg elhiszem, hogy néhány ilyen embernek nem mondható 20 éves kis taknyosnak nincsen semmi bűntudata, meg lelkiismerete, meg nincsen szégyenérzete, de ez nem neked gáz. És ha mit tudom én, van melletted 100 ember, nála meg 100 000, és tényleg őt nézik, és ez a 100 ember az igaz, baszki. Az a 100 ember az igaz, a többi az robot. És nyugodtan kérdezz meg mást, meg nyugodtan... Kérdezz meg mondjuk a Maninnak a nézőit. Fogalmazzák már meg normálisabban, mint én, hogy bazd meg ezerszer többet érsz, mint ilyen idióták, és ilyenekkel nem kéne foglalkozni. Nem, mert fiatalabb vagyok. A kellemetlen dolog, hogy belemásznak az életedbe, persze. Persze, mert kirakod az internetre! Dühön ki magad, de utána szard le, nehogy már ő győzni, ez annyira szomorú, ez a szégyen. Ez gáz. És megértem ezt a férfiakról való gondolkodásodat is. Hát most nem szeretnék belemenni a női oldalba, de hidd el, vannak ilyen gonoszak, és na. Hát majd egyszer mesélünk. Mehetnék beszélni még. Nem akarlak most az én problémáimmal traktálni, de maradjunk annyiba, hogy nemtől független szerintem. Tehát félnék az emberek. De azokkal kell foglalkozni, akik igazán számítanak. Többi meg bassza meg. De komolyan. Puszilag. Mert ez túl hosszú volt, hogy tudjam, mire kéne reagálni. Meg tudom, hogy nem kéne, csak lehetséges. Én próbáltam azt fenntartani, amiből nincs még egy. Igen. Hogy őszintén elmondja, hogy milyen fasságok történnek vele az életben, akár csak ahogy kezdődött, hogy 20 évesen beszartam a buszon. És lesz, ami lesz, én elmesélem. Most már gyerekes sztorinak tűnik, persze, hát eltelt azért sok éve. Még 30 éves voltam, amikor meséltem, hogy mi történt velem 20 évesen. De láttam, hogy elkezdődik ez, hogy internet, és pont az álszentségre használják, nem pedig megnyit szíveket. Ez az álszentség. Miért álszentség ez? Amit én csinálok, az mi? Az álszentség? Világokat. Nem pont, hogy eltakar. Kezdjük ott, hogy Freddy diálarcban, mert jaj, félek az idegenektől, ugye. Az internet népe az mégse az, aki pofán tudsz vágni itt az erdőbe. Ez a lényege az egésznek, hogy pofán kell vágni, ezt aki rosszat mond. Mondom, leszarom, inkább vágjanak pofán. Mindent nyíltan elmesélek, hogy milyen szarságok történtek velem az életben. Csak mindig máshogy. És ha hiszed, ha nem, pozitív visszajelzések jöttek. Hogy baszki, velem is így volt. Jaj, ugyanígy jártam. Kitartást, én is pont ezzel szopok most, amivel te 10 éve. És kialakult ez a
nézőkkel való bizalmi kapcsolat, hogyha én mindent kitárok, akkor ők is. Még ha ők csak álnéven betűkkel is. Megvolt ez a szeretet, ez a lélek kombó. Hát nem hiába így hívták az összes Facebook csoportomat, hogy lélek reset, meg lélek kombó, meg random lélek, meg minden hülyeség. Aha. Elkezdtek egymásnak is segíteni, nélkülem. Ez a probléma. És ugyanazt a fasságot csinálják, amit te. És eljött az a hülyék paradicsoma, hogy az embereknek ez már nem kell. Tök meg vannak szomorodva, tök rosszul vannak, nem kell nekik a hülyeség, a poén, mert már abban is a rosszat látják a poénban, és kifigurázzák, hogy ezt miért mondta, és ez ilyen hülye, mert a saját nyomorukat mutogatják másokra. Hát az nem poén volt, hogy gyógyszert adtál a kutyának, meg hogy felvetted a kislány seggét. Tudod, ez a azt kéred számon tőlem, ami neked sem sikerülhet típusú dalszöveg, elkezdett elszomorítani, hogy tényleg már csak én vagyok. Igen, egyedül. Egyetlen. És már azok is mutogatnak, akik... Egyedül a világ ellen. No, életet kaptak. Miattam? Szóval elfelejtették, hogy most azért nem egy cementgyárban dolgoznak, mert én létezek? Mi? És elkezdtem ezt az egészet, és ők is ezért szerettek. És annó, akiket kifiguráztunk, mi jók, és kifikáztunk, hogy na jó, tűnj innen, mert így... Ja, hogy akkor most azért nem egy cementgyárban dolgozok, mert miatta kaptam azt, hogy YouTube-ozhatok. Azt kurva. Létrehozott engem. Mit hoztál létre? Mit hoztál létre? A vesztedet! Ember nem viselkedik. Ő a main karakter, de tényleg. Azért kaptak szabad utat az interneten, hogy végül ők is egy filmkillerek legyenek. Azt lehet, hogy rám gondol, nem tudom, szerintem így mindenkire gondol. Miért? Tudod, ez a ehhez már nem adom a nevem szindróma. Bár hülyeség, mert ugye hát szarhatnék az egészbe. Tudom azoknak a létezését, akik szeretik azt, hogy én például most egy pataknál ülök, és azt levideózom, és akkor ők nekik az jó továbbra is. De őket is próbálják már elhúzni innen. Várjál, már nem is neked üzenem, bazd meg. Na mindegy, elküldöm annak, akinek véletlenül üzentem, aztán átküldöm. Az összes iskolás ismerősöm, vagyis hát nagyon sok, mert én sugiba is jártam, pont az ilyen kiközött sítési szarságok miatt engem csesztettek, meg bántottak. Nem elég az, hogy egész életemben meg bélyegeztek, hogy milyen geci ronda vagyok, meg milyen kurvára nem érek semmit, meg milyen más vagyok, és rohadtul nem láttam bele a tetves életembe. Bocsi, most egy kicsit elbaszultam. De mi basztottak ezzel? Amikor kurvára fingjuk sincs, hogy ki vagyok én, miért tettem azt, milyen az, amikor én labilis vagyok, és nem tudták azt megérteni. Írt az apja Rozinának. Na mit írt? Mit írt? Mondd meg. Belátná hibáit, akkor nem lenne együtt baszogatva. De nem látja be hibáit soha. Volt régen egy messenger csoport, amiben benne voltam anno, és ott is Hörbi annyit válaszolt a dolgokra, hogy sajnálom, remélem jobb lesz. Aztán meg kificsokta egy videóba. Kajakra fáj. Hát amúgy... Ja, mindig ezt csinálja. Nézői beszélnek vele valamit, aztán utána megalázza őket nyilvánosan, és... Ja, leszarják. Elveszít ugye egy pár ember, de jönnek újak. Őszintének tűnik nekik valamiért. Nem tudom, hogy ez a stílusa miatt van, vagy mi miatt, mert hogy be van baszva és mondja az élet nagy dolgait, ezt azért bárki meg tudja csinálni szerintem. Hogy az ember azért már iszik valamennyit, és elkezd ilyen dolgokról így filozofálni, de ez egy tök jó dolog lett barátok között, de azt, hogy ezt így felrakjuk az internetre, és erre építsünk egy egész csatornát, az lehet, hogy nem jó. És őszintén szerettelek, és én nem tudtam magamról elképzelni egy csomó mindent, de hibáztam is. Ki a faszom nem szarja le? Ki nem hibázott az életben? Álljon elém, és mutassa meg magát, az a ófehér, tiszta. Kösz, Szerjov. Az Istennek képzelőt is. Köszi. Az Istennek képzelőt. Na mindegy, és hát majdnem egy évig zaklattak, meg piszkáltak, és nem az volt. Emlékszek minden egyes pillanatra, basszus. És sírni tudnék még ma is. Nem a fájdalomtól, hanem attól, hogy bazd meg, ennek meg kellett történnie. Én, aki teljesen értenem, meg teljesen kíváncsi lenne rám, meg ha nekem lenne probléma, akkor ki a faszom állna ott. Az Istennek képzelünk. Mi volt, Vászos mondta? Ezt ki mondta? Te voltál az egyetlen olyan ember, Peti. Az egyetlen olyan ember, aki kicsit látott engem. Hát most nem akarok leakelni üzenetet, de a kislány apukája azt mondta, hogy köszi a figyelmeztetést, és rajta van az ügyön. Nem mutathatom meg. Nem akarok az ő életükbe is beleizélni. De ez akkor érdekes lesz. Ja, és még cigizett is a kislány. Azt írd le az apukájának, hogy amúgy cigizett is 843-nál. És adtak neki cigit meg tüzet. Arról nincs videó, hogy ivott. Arról nincs videó, azt szerintem nincs abban a videóban, hogy ivott, de szerintem ivott. Hát eléggé látszik rajta, hogy hát be van baszva. Ezt minden szívtam el. Most is konkrétan erről van szó, azt sok cigit mindet ő szívta el. Mondd ide a cigidet.
De! Most mondja, inni kéne még valamit amúgy. Hova rákba tetted? Beszarok. Mondom, hogy elcekuntak, de pontosan azért kell bozd meg, hogy utána még erősebb legyél, és még motiváltabb, és még jobban. Na, ez még mindig nyomja a Szabó Pétert. Az internet tönkretett nagyon sok mindent. Na. Még eddig ezelőtt, olyan 8-10 éve, még lehetett jóra használni. De mára már tönkrement. Megy a csalás, más arcomat mutatom, rengeteg hazugság, az és meg. Annak megosztása. Mindig sajnos, csak ez megy. Igen. Ezt írtam. Ú, de jó, az a felhőbb a fák között. Ő hozta létre az internetet, amúgy igen, én is így emlékszem. Berúgtam. Hát de fogják nézni. Én pont azt mondom, hogy hogyan lehetne tönkretenni. Én nem azt kérdeztem, hogy jaj, nem lehet ellene csinálni, de lehetne. De kurva nagy erős, kurva nagy időigény, és a többi. Én nem azt mondtam, hogy nem lehet mit csinálni ellene. Hogy ne lehetne? Én is pontosan látom azt, hogy hogyan teszi tönkre másoknak az életét. Anélkül, hogy én nézném. Mert persze, volt olyan, hogy bele... Mindig úgy látjátok a dolgokat, hogy nem nézitek. Ez a legfurább. Hogy lehet úgy látni valamit, ha nem nézed? Kattintottam abban a videóban, amit mondjuk róla csinált, hogy legalább annyit tudjak, hogy mi történik a túloldalt. Nem csak azt, hogy... De már jó ideje nem nézem. Egyet vagy kettőt láttam maximum tőle, és nem is végig. Csak egy kis részletét, mert nem tudom végignézni. Nem tudja végignézni. Olyan rossz, hogy nem tudja végignézni, vágod. Megnézi a thumbnailt, és látja, hogy ezek bűnözők, ezeket meg kell verni. Érted? Szóval én nem azt mondtam, én azt mondtam, hogy négy ember összeül, előttük van egy tábla, és mi a getit kéne csinálni ahhoz, hogy ezt ténylegesen el lehessen tüntetni. Nem azt mondtam, hogy... Gyűlés kell csinálni a Hörbi nézőknek. Mind a négy ember összeül, és megmondják, hogy hogyan kell a Mannint leszedni a trónról. Én is felbaszom magam rajta. Kibaszottul, és nem azon, hogy izé... Én most de pont... Azt mondta, hogy megnézi, hogy mi van a másik oldalon. De részleteket látott csak, és nem nézte végig. Akkor nem is nézte meg, hogy mi van a másik oldalon. Azon, hogy veled mit csinál. Pont azon, hogy a körülötted lévők így reagálják le. Pont azon, hogy eltűnnek mellőled az emberek. Ezen baszom fel magam. Hogy értem, én nem nézi senki. De hát ez most egy utópia. Ez nem létező gondolat. A létező gondolat az az, hogy hogyan lehet ráébreszteni az embereket arra. Ez az egyetlen egy létező gondolat, hogy ezt mégse kéne nézni. És én erről beszélek. Na hogyan ébresszük rá az embereket? Találjunk ki az újságokat rólam. Ez lesz az első szerintem. Talán egyetlen egy út van erre, hogy elkölcsileg összefogni ellene, hogy amit tesz, azzal emberi életeket tesz tönkre. És ezt mondtam az előbb is, hogy ez az egyetlen egy módja. És ezt hogy csinálod meg? Több ember, több platformon valahogy eljutunk odáig, hogy releváns legyen az a vélemény, hogy emberi vélemény az életeket tesz tönkre. A vélemény az tönkre teszi az emberi életeket. Hát akkor fogjon össze az összes youtuber haverjával a Hörbi. Ja, várj, egy sincs. Bazd meg, hát akkor halott ügy. Itt a hülyék, azok nézik, és fogják is nézni. És ők vannak többségben. Hülyék vagytok, és ti vagytok többségben. Mindig a hülyék vannak többen. Igen. És érted? És megfordult a világ. És nincsen vele mit tenni. És persze itt az észérvek se feltétlenül eszközök, de én úgy látom, hogy ez az egyetlen egyfajta. Nem, hát ezt észrevettem. Azt észrevettem én is, hogy az észérvek azok nem eszközök. Ez föltűnt. Köszi, hogy látod te is. Hogyan lehessen lehetetleníteni attól, hogy tönkre tegyen emberek életeik. Szóval... mindegy. Szóval mindegy. Jó. Hát, na mindegy. Szóval ezért mondta azt, hogy abba hagyja a videózást, hogy az összes felszopója küldjön neki ilyen buzi hangüzeneteket, amikben majd felszopják a seggét, és kap egy kis motivációt arra, hogy folytassa ezt a semmit érő szart. Ennyi van az egész videóba. Hogy a felszopói felszopják őt. Semmi több. A bosszú állók összeállnak mindjárt. Tényleg, annyira átlátszó az egész, hogy azért mondta azt, hogy habbadja a videózást, hogy megsajnálják ezek az emberek. Csak sajnáltatás. Ez a kettő menj neki, az ívás, meg a sajnáltatás, meg a másoknak a hibáztatása. Ez a három. Amúgy tényleg az a baj, hogy nézni fogják. Mindig mások hülye. Hogy egyre hülyébb a világ. Szóval neki egyre... Egész Hörbi bosszú állók összeállt, hogy megöljenek engem, vagy nem tudom. Több nézője lesz. Ez a gond. Tényleg valahogy... Tényleg azt kell, amit Puppetri is mond. Leülni... Akár végignézi tényleg az összes videóját. Na, az lenne a legjobb! Hop-hop-hop, mindjárt kiköpi a semmit. Figyelj! Akár végignézi tényleg az összes videóját. Hogy nézné végig az összes videót? Hát az lehetetlen, hogy megnézze a videót. Az nagyon nagy kérés, az nem lehet. Már most fél tőle. Idő izéval bélyeggel kigyűjteni mindent, ami olyan, és akár elküldeni a Google-nek. A Google-nek, az foglalkozni fog vele, igen. Figyelj, életeket vesz tönkre, itt és itt és itt és itt és itt a bizonyíték. Igen, a Mannin
30 másodperc 52-nél tönkretett egy ember életét. Látszik, mert éppen túrja az órát. Ezt fogják beleírni. De ez mi? Peti, te miért nem jelentett fel? Vagy ne, én most nem tudom, nem vagyok tisztában a helyzetekkel, de ezért fel lehetne jelenteni, mert lényegében... Nem vagy tisztában a helyzetekkel, és folytatod tovább, hogy ezért fel lehetne jelenteni. Te magad mondtad ki az előbb, az előző mondatodban a saját száddal, hogy nem vagy tisztában a dolgokkal. Akkor mi a faszomért járatod a szádat? Fenyeget téged? Ez egy fenyegetés. Ez egy fenyegetés, hogy elmondom a véleményemet arról, amit nyilvánosan felraktak az internetre. Ez egy fenyegetés. Ez hülye, bazd meg. Igen, én is ugyanezt mondom. Csak nem magamra. Ez a kurva. Ugye, mint te is mondtál, hogy a szülei, a barátnője, nincs egy normális ember, aki bazd meg a körmére koppant. Vagy nem tudnak róla. Vagy hogy titkolja. Szandra! Légy szíves, üssél már a körmömre, hogy ne szedjem szét az emberek életét az interneten, mert most már egy számon kérik rajtad is. Hát, hogy a barátnőm, a családom, senki nem mondja ezt, hogy senki nem látja azt, hogy én szétbaszom az emberek életét. Hát koppints a körmömre. Azt kérdezték, hogy tartom titokba a barátnőm előtt ezt. Hogy tönkreteszem az emberek életét. Hogy vagy még velem egyáltalán? Hát baszd meg, ezt én sem tudom. Kajak már az én életemet is tönkreteszem. Én ezt nem tudom felfogni. Hát ezt én sem tudom felfogni. Az anyád. 45 évesen ez a legjobb, hogy a pataknál egy kibaszott zenére, elefánt zenére nyomod. Ez. Éppen dolgozik, srácok, nem látjátok? Nem tűnik föl? Hidat épít amúgy, vagy mi a fasz csinál? Ja, hogy majd azzal támaszkodik? Ó! Hát ezt nem hiszem el. Komolyan zúgok. Mert ez nem vízálló. Elkezdett esni az eső. Nem tudott átkelni. Vége. A jóknak akkor is szükségük van a jókra. Pusztus. Elvágtam egy majomnak a torkát az erdőben, mert útban volt. Mi van? Ez kiragadott pillanat. Majd akkor veszem ismét komolyról szót. Amikor többen megérdemlik, mint nem. Mi van? Szerintem most az összes YouTuber bólogat. Igen, én is. Nyomjunk valami gameplayt. Ezzel csak az a baj, hogy a jelenlegi gonoszunk YouTuber. Majd ha hazamegyek, most adtatok egy kis erőt ehhez. Taxizban látsz főként. Leülök a gép elé. De itt tegnap előtt is, hogy mikor leülök. Leül a gép elé, hallod? Na várjál, figyeld. Hoztam az volt, hogy le akartam játszani, hogy az egyik néző mit üzent, milyen beteg állat geciséget üzent. Körüzenetbe a e-mailbe több emberne. Ugye nekem le van törölve most a Gmail. Teljesen bezavarodott a rendszer, bazd meg. Nem tudtam a jelszavamot, honnan a faszból tudnám. Annyi szó van ilyen feltörési próbálkozások, stb. Le kell írni. Vagy csak ne igyen annyit, hogy elfelejtsd. De ott van, akkor jelengetem, mert az emberi életek tönkretevése az már nem egy YouTube poé, mint amiket én csinálok, hogy jaj, vettem egy Mustangot, hogy algopirint adtam a kutyának. Szóval bízd ide. Most akkor mégis adott neki? Ellen még letagadta. Tegnap letagadta. Mindenki nyugodjon a picsába, majd én elintézem ezt is. Hát ez szuper volt. Legalább beismerte, hogy gyógyszert adott a kutyának. Oh, Istenem. Holnapig kapott időt a hörbét leszedjen minden videót a Rozinával. Vagy csak ezeket, nem tudom. Az kemény, na jól van, srácok. Meg lesz regulázva, úgy látszik. Csősztök, jó éjszakát. Győztek a jók, bazd meg! Szia, Mani! Ha elfogyott a Mani, csak szóljád, a lételek százat majd, amit lesz, majd elszórjád, de ami. A lényeg, hogy a mai szűnbe kerüljed be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.